Én itt lakom, és nem véletlenül költöztem ide. Méghozzá azért, mert itt van a természet. Nem látom reálisnak azt, hogy megépüljön ez a gát, azért mert egyszerűen iszonyú sok ember veszélybe kerülne általa, és közben eltűnne egy olyan hely, amit itt szeretnek ezek az emberek, akiket amúgy meg szeretnének védeni. A római part szinte egyedülálló, hangulatú, szabadidős és szórakozási területe Budapestnek. Ez első pillanatra rettentő jól hangzik, mert amikor van árvíz, akkor van gát, amikor nincs, akkor pedig nincs. A probléma ott kezdődik, hogy ez egy nagyon sérülékeny szerkezet. Ennek 10 méteres körzetében egy fűszál nem lehet, nem hogy fa. Az egész parton végmenve semmi nem tudna megmaradni. Ezért szivárgott ki az a hír, hogy 1600 fát akarnak a parton kivágni. Most... Újra tervezés, szabadság kell napfény! Nem kell minket gátellenesnek hívni, mi is szeretnénk egy gátat, csak egy észszerűbb helyen, a Nánásin. Miért gondoljuk így? Mert az életszerűtlen parti mobilgát jelentősen emelheti a talajvíz szintjét, hiszen elkészítéséhez mély alapozásra van szükség. Kérünk titeket, akadályozzuk meg a part lerombolását. Az egyik ellenérv, hogy a gáta mellett, hogy hát így tudjuk megújítani ezt a területet, ez egy árukapcsolás. Ahhoz, hogy megújítsunk valamit, ahhoz nem kell fölépíteni egy gátat. Belő van! A látványterveknek semmi kapcsolata nincs a műszaki tervekkel lévén, hogy műszaki tervek nincsenek. Ezek inkább ilyen kommunikációs panelek, mindenféle műszaki megalapozás nélkül. Neveztem régebben, és most igazán nosztalgiából jöttem el ide. Dehogy nem volt gond az árvizekkel, mindig érde jöhettünk, kipakolni a csónakházat. De a római part összes csónaka nem ér annyit, mint egyetlen fa itt a római. Én immár itt válasszak, virágom, virágom. De engemet, én tégedet, virágom, virágom. Megváltozott a mértékadó árvízszint, kb. 1 méterrel magasabbra kell tervezni akármilyen árvízvédelmi létesítményt. Úgyhogy igazából Tarlós István megköszönheti a civileknek, hogy akkor nem épített ide egy mobilgátot, mert az már nem felel meg a jelenlegi előírásoknak. Ezért azt gondoljuk, hogy legyen a Dunaparton is egy másodrendű védvonal, ami ilyen első-másodfokú árvizeknél meg tudja védeni az itteni ingatlanokat, de a fővédvonal az a Nánási Királyok útján legyen. Olyan műszaki akadályai vannak a partigát létrehozásának, ami miatt most leállt a tervezés. De én úgy gondolom, hogy itt az ideje annak, hogy átgondoljuk újra, hogy valóban a parton kellene gátat létesíteni, vagy pedig maradjon a Nánási Királyok útja a korábbi elsőrendű védvonal, és annak a fejlesztése történjen meg.